A köztársasági érdemrendet a lengyel államfő olyan külföldi személyeknek vagy külföldön élő lengyeleknek adományozza, akik kiemelkedően sokat tettek Lengyelország és az adott állam együttműködéséért. A budapesti lengyel nagykövetségen kihangsúlyozták, hogy ez a kitüntetés a legmagasabb, amelyet külföldi kaphat. Lengyelország budapesti nagykövete Román Kovalszky az egész országa nevében fejezte ki köszönetét Varga Tamás felé. Kiemelte, hogy bár ez egy hosszú ezeréves barátság a két nemzet között, mindenkorban szükséges azt ápolni és átörökíteni a következő generációkra. Annak az elismerése, annak a munkának elismerése, melyet Varga Tamás végezte Székesfehérvárat, nem csak a két város közti, de komolyan két ország közti barátság hasznára. Ő indítványozta pár fontos dolgot, a Katényi Szabar, ami most Székesfehérvárat is van, az nagyon ismert Opole székesfehérvári staféta. Persze rengeteg ember segítette, de nagyon szimbolikus és fontos szerepe volt az államtitkár úrnak. Ez a kitüntetés, amit én kaptam, ez mindannyiunk. Varga Tamás Székesfehérvár nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnokaként, majd a Fejér megyei közgyűlés elnökeként sokat tett Székesfehérvár, Fejér megye, valamint Opole város és az opolei vajdaság barátságának elmélyítéséért. A magyar-lengyel kapcsolatok ápolását 2010-től kezdve parlamenti képviselőként is szívén viselte. Az érdemrend átadását követően Varga Tamás kihangsúlyozta, hogy ez nem csupán az ő érdeme, hiszen rengetegen tettek rajta kívül is azért, hogy ilyen kiemelkedő barátságot ápolhatnak a nemzetek és a városok egymás között. Köszönöm a munkatársaimnak, a barátaimnak, akik ebben a munkában a magyar-lengyel barátság őrzésében és felvirágoztatásában segítettek, hogy együtt dolgozhattunk, és én szeretném, hogy a jövőben továbbra is közösen dolgozhatnánk. És ez, azt gondolom, ez az elismerés, ez az övék is, és minden székesfehérvárié is, hiszen Székesfehérvár és Opole barátsága hosszú-hosszú évtizedekre tekint vissza. Az ünnepségen részt vett Varga Tamás családja is, illetve Székesfehérvár képviseletében Róth Péter alpolgármester. Az ünnepségen jelen volt és testvérvárosunk polgármesterének köszönetét közvetítette Janusz Kárpinszky, Opele város külkapcsolatokért felelős vezetője, aki Varga Tamás kitüntetését kezdeményezte.